Ebben a székes egyházban 30 éven át hirdette Isten igéjét Hám János. 1828-ban, amikor a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspökének szentelték, nagy szegénység uralta a térséget. Püspöki feladatai mellett elkezdte fejleszteni az egyházmegyét. Az első dolga az volt, hogy a legnagyobb szükséget enyhíteni tudja, ispotályokat, szegényházat, öreg otthont hozott létre, kórházat. Aztán nagyon odafigyelt arra is, hogy a jövőt építse, és éppen ezért az oktatás és nevelés területén is igen nagyot alkotott. Iskolákat, tanítóképzőt alapított, és saját jövedelméből támogatta az elszegényedett diákok oktatását. Szatmár Németi neki köszönheti mai polgári arculatát is, és hogy a rozog a szalma tetős házak helyett impozáns főteret alakított ki. Az egyházmegyében annyira hálásak voltak neki ezért, hogy halálakor 1857. decemberében vallási felekezettől függetlenül általános gyászba borult a térség. Hogy emlékét az utókor számára is megőrizzék, egész alakos szobrot emeltek a Szatmár Németi székes egyház előtt. Az alkotás létrehozását a magyar kormány is támogatta. 7,5 millió forinttal támogatta a kormány, és azért tartotta fontosnak, mert a maga idejében Hám János egy egyházépítő személyiség volt. A mai Szatmár a határ innenső és túlsó oldalán nem lenne az, ami ma, hogyha nem lett volna Hám János. A Hám János megkeresztelésének évfordulóján szervezett ünnepségen leszármazottai is tiszteletüket tették. Ez a szobor az összetartozás és az idetartozás és a munka együtt végzett munkáért kell érzett felelősséget is ábrázolja. Hám János püspök boldog avatását már 1898-ban kezdeményezte Meszlényi Gyula püspök, de a világháborúk is a kommunizmus megakadályozta az ügy előmenetelét. Mint történelmi pert előről kellett kezdenünk. Úgy érzem, a nagyján már túl vagyunk, egy csodálatosan szép és igen terjedelmes dokumentum halmaz állt össze. Az egyházmegye vezetői remélik, hogy a Szatmár Németi szívébe magasló szobor még inkább imára készteti a híveket, hogy mihamarabb megtörténhessen a várt csoda, és boldoggá avathassák azt a püspököt, akit nem csak az Isten, hanem a közössége iránti önzetlen szeretetet tett naggyá.